Ez a Kulturpont, köszöntöm Önöket. Károly Ernő festőművész legújabb sorozatának főszereplői a hölgyek. A képek a közelmúltban készültek, a következő hetekben pedig a Hegyvidék galériában lesznek láthatók. Károly Ernő ezzel a kiállítással egykori mestere Berényi Róbert előtt tiszteleg, aki hosszú időn keresztül a Hegyvidéken élt. Nem mindennapi kiállításnak ad otthont a Hegyvidék Galéria. A most bemutatott festmények alkotója ugyanis egy 93 éves művész, aki az idő múlásának ellenére máig megőrizte vitalitását és alkotókedvét. Károly Ernő sorozata a nők szépségére irányítja rá a látogatók figyelmét. Látjuk persze első pillanatban, hogy ez nem hogy retrospektív, nem hogy visszatekintő, hanem egy villanás ebből a hatalmas életműből, ami az ő esetében is létrejött, és hihetetlen az a munka kedv, ez a legjobb szó, ami őt folyamatosan űzi hajtja, és hadd tegyem hozzá, hogy ráadásul minden technikában dolgozik, ezek ugye olajképek, de dolgozik akrillal, készít kollázsokat, készít paszteleket, és hát ez egy olyan pici szelet, ami azonban a festő érdeklődésében nagyon bevezet minket. Károly Ernő 1923-ban született Budapesten. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán olyan mesterektől tanulhatott, mint Pór Bertalan, Barcsai Jenő vagy Berényi Róbert. Utóbbi bár csak 2 évig tanította, mégis jelentős hatással volt művészi felfogására. A mostani kiállítás is éppen ezért neki állít emléket. Károly Ernő festőművész kereste meg a galériát és az igazgatót Balázs Attilát, hogy szeretne itt kiállítani a Hegyvidék galériában, ugyanis itt a Városmajor utcában élt Berényi Róbert, aki az ő mestere volt a képzőművészeti főiskolán, és hát lényegében neki szeretett volna tisztelegni, az ő emlékének szeretett volna emléket állítani ezzel a kiállítással. És ezért is lett a kiállítás címe Homázs a Berényi Róbert. Feledi Balázs művészeti író szerint Berényi Róbert hatása máig tetten érhető Károly Ernő képein. 1913-ban, 26 évesen a Nyugatban Berényi Róbert ír egy dolgozatot a festői közlésről, és rendkívül fontos ez a mondata, ami a haladásra és a fejlődésre utal, hogy művészetben mindig szüntelenül újat kell csinálni és kitalálni, lelkünk minden tartalmát, indulataink összes erejével mindannyiszor új módon, új módokon abszolút szabadságot kell közölnünk. Egy nagyon jellemzően 26 éves ember arszpoetikája, rendkívül érdekes az a tanulmány, ahol a pszichét, az alkotó személyiségnek a mélységeit kutatja, az egyensúly, a kompozíció kérdéseit, amit később festői gyakorlatában meg is valósít. Tehát Ernő bácsival beszélgetni mindig is nagyon szeretettel emlékezett Berényi Róbertre, és amit itt ma látunk, ugye visszatérve Károlyra, ő egyaránt vonzódik nagyon a hagyományos festőiséghez, és utaltam a kollázsai, teljesen megújították a magyar kolláskészítés műfaját, olyan darabokat készített, ami nagy sikereket aratott a 80-as, 90-es években is. Károly Ernő korai alkotószakaszában posztimpresszionista tájakat, csendéleteket és életképeket festett, majd a 60-as évektől egyre inkább a festői elvonatkoztatás felé fordult. Külföldi útjai során elsősorban a mediterrán tájak hangulata ragadta meg, amit a vásznakon is megörökített. Károly Ernő óriási utazó lett, leírja egy emlékiratában, hogy Olaszországban 6-szor vagy 7-szer járt, ez ma már persze nem csoda, de az, aki az 50-es évek elején kezdte a pályáját, és 3-szor megfordult Párizsban, többször Görögországban, egy egészen különös mediterrán, ez jó szó ezekre a képekre is, amit itt látunk, nagyon-nagyon fontos. Le is írja, hogy neki a magyar táj az fontos, de ő mindig a hegyek és a tengerek világa iránt vonzódott. Picit azért ennek is itt a felvillanása érezhető. A rengeteg utazásból óriási sorozatai jöttek létre, a görög-olasz festményei, ezek tulajdonképpen áthatják a kortárs magyar művészet történetet, és ugyanakkor a világában egy ilyen allegorikus, szimbolikus, álomszerű világot is megvalósít. Ez a kiállítás, tehát az aktokkal, ami a másik teremben látható a nők, a lányok iránt, és ha jól számoljuk, kicsi
iróniával mondom, hogy talán egy fiút látunk itt a hölgyek mellett. Utal a tehát a gyökerekre, utal arra, hogy a parafrázist ő nagyon fontosnak tekintette itt az olimpia kapcsán is, és itt a Berény kapcsán nagyon izgalmas sok parafrázisa van, tehát nagy művészettörténeti előképek alapján csodálatos dolgokat művelt, elsőbben aktok az olasz reneszánsz alapján is. Ez is mutatja a széles művészettörténeti érdeklődését. Feledi Balázs szerint Károlyi festői munkássága azért is jelentős, mert azon alkotók egyike, akik harmonikus egységet tudnak teremteni a színek és a formák között. Fontosak a nők, de figyeljék meg a figura és a színeknek a rendkívüli összhangját, a figuráknak a beállítások sokféleségét. Két egyforma beállított női figurát nem látunk, a pozíciók, pozitúrák változatossága, amennyiben két figura egymáshoz való viszonya, dialógusa, a színekben ezek az erős, tiszta mediterrán és átmeneti színek, a színek és formák összehangolása, ami nagyon lényeges nekem, az elől és hátul. Elől a figura nagyon konkrétan meg van fogalmazva, sok képén a hátsó része egy absztrakt önálló látomás, egy organikus kép, vagy egy növényzettel, vagy egy városi látképpel, de minden esetben a háttér nekem még sok esetben izgalmasabbá válik, vagy érdekes a figura és a háttérnek ez a különös viszonya növényzettel, látványokkal. Tulajdonképpen ezt a művészettörténetben legfontosabbnak tekinthető témát, ugye az aktot, az európai művészetben a szekularizáció után és a reneszánsz után és a baroktól kezdve tulajdonképpen a női figura és a női ág, bár korábban megjelenik, ugye a legfontosabb központi jegyévé válik a fest, a figura festészetnek, és ezt a hangulatot viszi tovább Károlyi Ernő ezen a kiállításán is. A Hegyvidék Galéria minden hónapban más-más kerületi kötődésű művész munkáit mutatja be. Mindenképp fontos egyrészt, mert hát ugye itt dolgoztak, és hát az ő munkájukkal nagyon sokat tettek le az asztalra, és ez a kerület, és hát a maga Hegyvidék Galéria is pontosan a kerülethez kötődő festőművészeket kívánja bemutatni és teret adni számukra. Legyenek ez akár olyanok, akik régen alkottak itt, vagy akik jelenleg is itt alkotnak. A kiállítás április 28-áig tekinthető meg a Hegyvidék Galériában. Április 22-e és 24-e között a Jazzé lesz a főszerep Budán. A MOM Kulturális Központban hazai és külföldi hírességek részvételével rendezik meg az első Get Closer Budapest Jazz Festet. A következő percekben Kleb Attilával, a fesztivál főszervezőjével beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Beszéljünk először is arról, mi adta a fesztivál alapötletét. Hát én egy régi nagy jazz kedvelő vagyok, és másfél évvel ezelőtt elkezdtünk jazz koncerteket szervezni Budapestre, és nem mindig motoszkált ez a gondolat, hogy miért nincsen Budapestnek egy nívós nemzetközi jazz fesztiválja, holott a környező országokban, mondhatom, hogy Európában mindenhol van. Van olyan ország, ahol több is van, ahol többel büszkélkedhetnek. Hát nekünk vannak a Debrecen jazz napok, a Szegedi jazz napok, de Budapest van miért hosszú ideje kimarad a szórásból, és ennek mi lehet egyébként az oka, hiszen nagyon sok jazz rendezvény van, vagy koncert van itt Budapesten is. Nem tudom, főleg azért, mert tényleg, hát hogyha megnézzük a műsornaptárakat, akkor szinte minden nap van jó névos jazz koncert Budapesten, nagyon aktív jazz élet van, és hát kiváló muzsikusok vannak, úgyhogy nem tudom az okát.
Tehát ezért szeretnénk egy hiánypótló fesztivált létrehozni. Milyen programokkal várják majd az érdeklődőket? Miért lesz érdemes kilátogatni? Hát nagyon színes program lesz. Nekem az érleti szakmám az fotográfus, úgyhogy egy kicsit ilyen szélesebb spektrumban gondolkozom az egészről. Szóval a jazz az nekem nem csak zene, hanem társművészetek is vannak körülötte. Tehát minden, a struktúrája a fesztiválnak az azonos mind a három nap. Kiírtunk egy pályázatot fiatal, még tanuló jazzkonzi és egyéb iskolákba járó növendékek számára. Három zenekar kap egy lehetőséget, ők kezdik a napot délután 6-kor. Bocsánat, meg vannak már, hogy kik lesznek ezek a zenészek? Kiválasztották őket? Meg, igen, még... igen, meg lezajlott a zsűrizéset, körülbelül egy másfél-két hete zárult a zsűrizés, és ott a nemzetközi fellépőink is kivették a részüket a zsűrizésből, úgyhogy szóval ez nagyon nagy megtiszteltetés a fiatalok számára, hogy tudom, Billy Cobham leadta a szavazát, vagy Omar Sosa, vagy akár Paulo Freire. Milyen volt a mezőny egyébként, amiből válogattak? Hát nagyon jó, és nagyon szoros volt a verseny, úgyhogy gyakorlatilag itt úgy kapták meg a feladatot a zsűri tagok, 15 vagy 16 tagú volt a zsűri, hogy nem tudták, hogy kik játszanak, hogy kinek a felvételt hallják, mert egyszerűen a dalokat csak besorszámoztam, hogy 01, 02, 03, és akkor le kellett adniuk a szavazatot, hogy melyik három zenekart szeretik ők. És gyakorlatilag itt most nem arról volt szó, hogy meg ki az első helyez, ki a második, ki a harmadik, hanem egyszerűen három zenekart kellett megnevezniük, és gyakorlatilag négy zenekar volt, amelyik az utolsó pillanatig versenyben volt, és egy szavazaton múlott gyakorlatilag a döntés. Akkor ugye fiatal felfedezettek kezdik majd a sorozatot, és hogyan fog folytatódni? Így van. Ezt követően egy minden este lesz egy magyar zenekar, akik már régóta ismertek a jazz életben, de még nem igazán vannak a topon, méltánytalanul, mert fantasztikusan jó zenészek, úgyhogy ezért próbálunk nekik lehetőséget adni, hogy nagy közönség előtt, meg világsztárok előtt bemutatkozhassanak, ne csak kisebb jazzklubokban, és őket minden este követi egy világsztár fellépése. Akkor nevesítsük is a fellépőket. De akkor kezdem a diákoktól kezdve, a pénteki napon Rafael Mario Jazz Projectje lesz az első. Őt követi a Sirius Legacy zenekar, majd Billy Cobham bandje zárja az estét. Szombaton Ördög Krisztián triója lesz a kezdő, majd őt követi Tóth Babi Csabának a Balkán Uniónja és a GFS trió, ami Trilogorto, Paulo Freire és Omar Sosa alkotta a trió. Harmadik napon pedig BG5, ez Bill Gergő zenekara, majd a Bészlokó és Richard Bona a harmadik fellépő. Egyébként kikre számítanak önök szerint, kik fognak eljönni erre a hát nagyszabású rendezvényre? Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon széles korosztályt megmozgató fesztivál lesz, nagyon bízom benne, mert tényleg a jazz az generációktól függetlenül, szóval akár a 20 évesektől a nyugdíjas korú emberekig mindenkit meg tud mozgatni. A fiatalokat mennyire kell egyébként becsalogatni, vagy ők vevők a jazzre és a jazz koncertekre? Fiatalabbak tehát... egy kicsit nehezebben, meg nekik, a számukra ezek a nevek nem mondanak annyira sokat, mint az idősebb korosztálynak, de érződik a nyitottság részükről mindenképpen. Ugye irodalmi programok is lesznek, azt ne felejtsük el, pontosan kiket várnak. Bizony, mert a jazz és az irodalom azt szerintem egymáshoz nagyon szorosan kötődő művészeti ág. Úgyhogy a Klávis Irodalmi Ügynökséggel közös szervezésben lesz mind a három nap irodalmi estünk kortárs magyar írókkal, mondhatom, hogy igazi nagy ágyukkal. Első nap Hály János fog felolvasni saját írásaiból, második nap Zalán Tibor, harmadik nap pedig Petőc András, és ami az érdekessége, hogy mindannyian zenei kísérettel fognak játszani, szóval jazzzenészek kísérik őket. Így mondhatnám, Binder Károly, Mogyoró Kornél, Kardos Dániel, Mózes Tamara, Nemes Janó. És egyébként, ahogy említettem még a beszélgetésünknek viszonylag az elején, hogy egy ilyen széles spektrumban gondolkozom, úgyhogy lesz még kísérő eseménye is a fesztiválnak, Kalos György jazz portréiból, illetve jazz koncerteken készült fotóiból lesz egy kiállítás,
illetve egy világhírű olasz szobrászművésznek a Zenélő város című sorozatából lesz egy kisebb installáció, ezek zenélő kőszobrok mind megszólaltathatóak, úgyhogy talán egy kis koncert is lesz velük. Ön szerint mi lehet annak az oka, hogy a jazz, mint hogy egy picit megint reneszánszát élne itt a fővárosban is, meg ahogy beszélgetés elején említettük, vidéken is? Hát szerintem a jazz az mindig is felszínen volt. Nyilván vannak hullámok, mint minden egyéb zenei műfajban, hogy most mi a felkapottabb. Tehát ezért, hogyha belegondolunk, a jazz az ugye a popzenének, a rockzenének is a gyökere, az alapjait a jazz adja meg, és hát egy nosztalgikus időszakot élünk, úgyhogy nyilván ez is egy picit segít abban, hogy a jazz most megint feltörekvőben van, meg hát nagyon tehetséges jazzzenészek vannak. Magyarországon ez nagyon sokat hozzátesznek az olyan iskolák, mint például a Schnittbergernek az iskolája, vagy de akár a jazzkonziról beszélhetünk. Miért éppen a MAM kulturális központot választották helyszínnek? Hát nagyon szeretjük a MAM-ot. Tulajdonképpen a tavaly évben az összes koncertünket oda szerveztük, egy fantasztikus csapattal találkoztunk ott, mind a vezetőség, mind a szervezők, mind a technikai stáb részéről, és nagyon jók az adottságai a helynek. Jó terek vannak, nagyon szép környezetben helyezkedik el, és nagyon rugalmasan használt, úgyhogy így a fesztivál alatt ki is fogjuk használni, hogy az irodalmi est, vagy az irodalmi része a programnak, az a kupolában lesz, míg a koncertek elsősorban a nagy teremben, a színházteremben, de hogyha az időjárás engedi, akkor a szabadtéren kezdünk. Ez egy egyszerű együttműködés lesz, amit a MAM kulturális központtal kialakítottak, vagy már a jövőre is terveznek, és ez a jazz fesztivál ez a következő években is tartogat majd meglepetéseket? Hát bízunk benne, ez a tervünk mindenképpen, hogy hosszú távra rendezkedjünk be a MAM-ban is, meg hát a fesztiválnak is szeretnénk egy hosszú kifutást adni, mert úgy gondolom, hogy ha ez sikeres lesz, akkor egy komoly értéket teszünk le az asztalra, amit mindenképpen folytatni kell. Mi a sikerfokmérője? A sikerfokmérő az számomra nem az anyagiak mutatják meg, hanem sokkal inkább a visszajelzések, mind a zenészek, mind a közönség részéről, és ez ad nekünk mindig erőt, mert az összes koncertünknél nagyon-nagyon jó volt a visszajelzés mindkét oldalról. Szóval a zenészekkel, akik felléptek, mai napig ilyen szoros levelező kapcsolatban vagyunk. Hol lehet utána nézni a programoknak, akinek felkeltettük az érdeklődését? Akár a Facebook oldalunkon, akár a weboldalunkon, Get Closer Concerts, ezt kell keresni mindkét helyen. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzá. Én köszönöm, és várunk mindenkit. Friss Kultúrpont a legközelebb egy hét múlva szerda este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!